Üdvözlöm a nézőket, ez a Lalis Games és a Lost Vikings bemutató harmadik része. Az előző rész végén a vulkán gyomrába beugrottunk a teleport kapuba, és egy új világ vár ránk, na vajon ez milyen lesz? Pálmafák, homok, sivatag, ez bizony az ókori Egyiptom, kérem szépen, és el is indul ismét a kaland. Itt rögtön a játék elején kicsit zavarba jöttem, ugyanis nem igazán értettem, hogy mit is kell csinálni. Az nyilvánvaló, csak Erikkel tudunk tovább menni, hiszen senki más nem tud akkorát ugrani. Van itt egy idióta skorpió, akit fú de utálok. Aztán a kulcsot föl tudjuk venni szintén Erikkel, el is értünk a pálya másik végére, de ott már ellenfél van. Béliog és Olaf nélkül szinte lehetetlen végigmenni olyan helyen, amit ellenfél őriz meg egyébként is, akkor őket hogy juttatom át? Aztán később egyébként tök nyilvánvaló dologra jöttem rá véletlenül, hogy lehet vátmászni. Nem tudom, hogy miért, de egyszer nem jutott eszembe korábban. Így le tudjuk lőni a kókuszdiókat, az idióta skorpiót le tudjuk csapni, föl tudjuk venni a pálmafákon lévő dolgokat, sőt Olaffal is át tudunk jutni a pálya túloldalára, és ahogy láthatjátok, véletlenül egy piramisba fogunk mindjárt bebocsátást nyerni a piros kulccsal, ahol van nekünk egy újfajta ellenfelünk, mégpedig ez az egyiptomi harcos, aki egyelőre még nem volt annyira kemény ellenfél, de ott fönt már kettő is van belőle, nagyon megy a pogózás. Eriknél pedig volt egy felesleges bomba, úgyhogy gondoltam, miért ne kipróbálom, hogy ez hát ha ér valamit. Na, hát ezt inkább letagadnám így utólag. Úgyhogy marad a klasszikus módszer, Olaffal feltartóztatjuk őket, míg Béliogból lenyilazzuk őket. Itt most még elég könnyű dolgunk van, ugyanis ez a folyosó, ahol vannak, eléggé alacsony plafonnal rendelkezik, tehát nem nagyon tudnak minket átugrani, később majd látunk erre ellenpéldát, így még elég könnyű ellenfelek ők is. Aztán fogadjátok meg a tanácsomat és tegyétek ide Olaffot feltartott pajzsal. És erre azért volt szükség, mert ezt a kötömböt ha eltoljuk, akkor be tudunk ide ugrani, de hogyha Olaf nem tartja meg alul, akkor olyan mélyre kerülünk, hogy nem tudunk onnan kiugrani. És hiába ér le a földre a kötöm, nem tudjuk arrébb tolni, úgyhogy ezt így kell megcsinálni. De ilyen rövidke volt az első pálya, most pedig engedjétek meg, hogy méltassam a sivatagos pályák zenéjét. Komolyan, minthogyha menetet metsznének a fejembe és rozsdás facsavarokkal kapargásznák a belső részét. Valami iszonyat okádék mód lett ez a sivatagos pálya zenéje, ami értetetlen, mert az összes többi világnak kellemes jópofa zenéje van. Hagyjuk, inkább menjünk tovább a másik pályára. Ahol látszólag már a piramis belsejében vagyunk, egy szűkebb járatban. Hát itt se hagytak túl nagy mozgásteret ezeknek az egyiptomi harcosoknak. Fejlesztők állandó jelleggel kibasznak szegényekkel. De semmi baj, haladjunk tovább. Itt vigyázzunk, mert a padló egy része csak álpadló, és ha benyomjuk azt a kapcsolót, amit Béliobbal mindjárt megteszünk, az álpadlózat eltűnik, és így beleeshetünk a tüskébe, hogyha nem figyelünk. Na, Olaffal lejövünk, itt láthatunk megint egy ilyen tűzköpő szobrot. Na itt jól néz ki, az őskorban teljesen felesleges volt, meg kicsit illúzió romboló is. Na itt már azért hagyják ugrálni az egyiptomi srácokat, de Bélió a legkeményebb viking a vidéken, és egyáltalán nincs esélyük ellene. A következő résznél ismét benyomunk egy kapcsolót, és még mélyebbre haladunk a piramis belsejébe. Azt hiszem kétség nélkül állíthatom, hogy ez a piramisos pálya és az egész egyiptomi világ a legjobban eltalált epizód az egész játékban. Akik régebb óta követik a Lalis Game sorozatot, emlékezhetnek, hogy a Dragon Blade bemutatóban is mondtam, hogy abban a játékban is ezek a katakombás, ilyen piramisos pályák tetszettek a legjobban, és itt sincs ez másképp. Itt még az sem zavaró, hogy nincs háttér, mert ez a feketesség inkább csak fokozza a sejtelmességet. Mint ahogy az is, hogy ez a fal hogy a francba került oda-vissza. Nekem ne bagoljál, eddig végig csak dicsértelek, ne hagyjál most cserbe. Ja, hogy így, kérem szépen. Jó, hát akkor megvan a megoldás, már azt hittem, hogy valami buggal állunk szembe. És itt bemutatom a játék szerintem eddigi leghasznosabb és legkirályabb titkos helyét, mondjuk elég egyértelmű, hogy hol lesz a bejárata. Itt bizony, ha bemegyünk, akkor itt egy egyiptomi harcos van továbbra is, akit pofon egyszerű kinyírni. És hogyha tovább megyünk Erikkel, hogy felvehetünk egy ilyen pajzsot, mondjuk erre nem sok szükség van, mindjárt látjátok miért, betörjük a falat. Azért nem volt szükség a pajzs felvételére igazából, mert ahogy kijövünk, rögtön itt a kijárat. Ezzel egy csomó időt és energiát megspóroltunk, azért nézzétek meg, hogy mit hagytunk ki. Hát, szerintem ti se akartok arra menni, úgyhogy még jó, hogy mutattam ezt.
A következő pályán is van egy titkos hely, és ez egész jól meg lett csinálva, de nézzük is, hogy hova kell menni érte. Először is kövessük a hivatalos útvonalat, egyébként is erre kell jönni, és ezeket a lehulló kis kőtömböket kikerülgetni. Itt felfele kell menni a hivatalos forgatókönyv szerint, használjátok a táblát, jobbra megdöglötök, balra pedig megtaláljátok a piros kulcsot, amint végigmegy ez a lerombolandó fal. Na hol is van? Á, ott a piros kulcs. És miután mentek vissza, ne menjetek még egyből jobbra, hanem ezt a baloldali falat törjétek be. Ez egy rövidebb idő után kitörik teljesen, és le tudunk menni. Egy ilyen titkos kis járatba, ahol próbáljátok meg kicselezni ezt az őrt, ugyanis ugye Erikkel lehet támadni ugyan, de ilyen ugráló ellenfél ellen nem a legjobb. És hoppá, kikerültünk megint a felszínre, és ilyen süllyedő vagy futó homok van ott, ez szerintem baromi jól néz ki, és nagyon ötletes volt. Ahhoz, hogy vissza tudjatok menni, először is szerintem intézzétek el az őrt ezzel a újonnan kapott bombával, majd bontsátok le azt a falat. Amíg ez a fal lebontódik, addig Bélioggal megyek tovább és beszélek egy újdonsült haverunkkal. Ebben az epizódban is van egy ilyen benszülött lakos. Te tudni nem vagy idevalósi. Na ne mondd! Látom, Tomátor megint játszadozik. Te ismered Tomátort? Sajnos igen. El kell pusztítanatok, mert amíg él, nem kerülhettek haza. Hogy találom meg Tomátor? Csak haladjatok tovább. Tudni fogjátok, ha megtaláljátok. Hát köszönjük szépen, tovább is haladtunk. És az anyádat. Szóval ilyen szemetek ezek az egyiptomi katonák, hogyha hagynak nekik mozgásteret, még a létráról is képesek leszedni minket. Na de akkor Olafról se feledkezzünk meg. Hoppá, mi a franc? Takony? Azt a mindenit. Na, ezt próbáljuk meg még egyszer. Szóval az a csöpögő takony, vagy ilyen béres csepp, vagy nem tudom micsoda, egy találattal kinyír minket, úgyhogy legyetek eléggé óvatosak. Nos, amint visszaértünk a többiekhez, Erikkel kitörünk egy falat. Szerencsétlen a csapat vezére, és mégis mindig ő csinálja a legdurvább melót, és a fejével szétveri ezeket a falakat. Ahogy lebomlik a fal, egy ilyen szimbólumot vélünk felfedezni, amit szerintem mindenki rájött már, hogy mire való, aki bejárta a pályát. Itt van ez a három kapcsoló, annak a minta szerint kell beállítani ezt, és már is mehetünk a kijáratba. A következő pálya a tüskék nevet viseli, vagy legalábbis a jelszóból ezt tudom kikövetkeztetni. Itt az elején egy elég összetett kis feladatunk lesz. Le kell nyomni azt a kőtömböt, átugrani. És ott az a szürke valami, az nem egy cső, hanem egy gomb. Én először csőnek hittem, mint a Mario-ba, úgyhogy megpróbáltam odaugrani. Hát hadd ne mondjam, hogy semmi sikerrel. És itt egy nagyon veszélyes, de egyébként nagyon jó titkos hely. Itt van egy tüzes nyíl és egy pajzs és egy múmia. Hogy miért rohadt veszélyes ez a hely, azt a következő pályán majd meglátjátok, hogy miért is rohadék ellenfél a múmia. Na de hogy tovább megyünk, megint használjuk a tüzes nyilat, és itt még könnyebb dolgunk lesz, bár itt jelentősen megtépázott ez az őr. Bélioggal használtam is ezt a pajzsot, és láthatjátok, hogy az életerő kijelzőjén megjelent egy ilyen kék pötty, ez a plusz egy életet jelenti, ami később nem töltődik vissza, hogyha kaját eszünk. Itt megint áttörjük a falat, megint kinyírjuk a szerencsétlen katonát, és láthatunk itt egy ilyen szimbólum táblát, amit most fogunk használni mindjárt az őrök kinyírása után. Ugyanis van itt két emeletnyi ilyen kapcsoló, oda fölülre inkább Olafot viszem, neki van pajzsa, hogy védje a fejét. Szóval van az a szimbólum tábla, és a két emeletnek mindkét szélén van egy ilyen kapcsoló gomb és szimbólumok. Tehát látjátok, a szimbólumon úgy van, hogy fölül van bal oldalt a bogár, jobb oldalt a hieroglifa, úgyhogy átkapcsoljuk bal oldalt bogárra, jobb oldalt a hieroglifa, na már beszélni se tudok, tehát hieroglifát, alsó sornál pedig a mérleget, jobb oldalt pedig a szemet állítjuk be, sajnos messziről ezt nem lehet megtenni nyillal, és ha jól állítottunk be, akkor mehetünk is tovább a pályára. Itt van egy ellenfél, ami csak ezen a pályán van jelen, ez a kígyó. Belé három csapás kell, és elég szemét, mert nagyon gyors lövedéket lő, de ha elé állunk Olaffal, akkor ez persze semmit nem jelent. Aztán tovább megyünk, felszedjük a bombát, betörjük a falat, és itt egy rész jön, ahol eléggé ügyesnek és gyorsnak kell lenni, különben összepasszíroz minket ez a lift, itt még Olaf pajzsa sem tartja meg, tapasztalatból mondom, ne próbáljátok ki. Adjuk át a bombát és a kulcsot Béliognak, ugyanis fölülre nem kell más, csak pusztító, brutális erő. Lenyitjuk, na és itt vannak ezek a múmiák, akiket már az előző pályán említettem, őket csak karddal lehet, és így ritmikusan ütve kinyírni.
Nézzétek meg, semmit nem ér ellenük, se szemből, se hátulról a nyilvessző, nagyon szívós ellenfelek, és nagyon vigyázni kell velük. Hát itt robbantsuk be ezt a falat mondjuk ezzel a felesleges bombával. Kár, hogy ő nem robbant fel. Nézzétek meg, abszolút lepattan róla a nyilvessző. Hogy ezek miért rohadékok, azt itt láthatjátok. Ki lehet védeni a támadását, de ha egyszer eltalál, te is múmiává válsz. Olafot sonfordál, mint egy múmia, és végeredményben ki lehet nyírni őt is, ugyanúgy ellenfélnek számít, de látjátok, egy viking meghalt, már nem tudjuk befejezni a pályát. Úgyhogy poénból már csak annyit tudunk csinálni, az összes vikinget múmiává csináljuk. Persze azért ne adjuk könnyen magunkat. Igaz, hogy lassúak és ki lehet védeni őket a pajzsal, de igazából egyszer megütnek és kezdheted újból a pályát. Megnézhetjük ismét a gyönyörű animációt, ez tényleg kurva jól néz ki szerintem. 93-hoz képest ez teljesen jól néz ki, nagyon szép. Na de haladjunk is tovább a pályán, itt van az egyik nagyon hasznos titkos hely, de amíg ezt én rájöttem, vagy kitaláltam, vagy hol vanna, az beletelt egy időbe, legalább egy 20-szor újra próbáltam a pályát. Na de menjünk is tovább, itt kicseleztük a múmiát ügyesen, itt pedig az eddigi játék legnehezebb és legkihívóbb ilyen sárkányrepülős, vitorlázós része jön, megint csak el kell kerülni a béres cseppeket, mert ugyanúgy egy találatra megölnek minket. Na, ez egész hangulatos rész volt, de térjünk rá az utolsó pályára. Itt az elején az egész pályát végig kell vinni Béliokkal és lenyírni az ilyen egyiptomi őröket. Természetesen a titkos hely sem maradhat ki, megint hatalmas szelet hússal. És hogyha mindenkit fölvittünk a legfelső szintre, akkor immár csak Olaffal kell megint vitorláznunk egy kicsit. Itt egy trükkös kulcsfelvevést láthatunk. Kitörjük a falat, föl a liftre, a kulcssal aktiváljuk a másik liftet, ide beállunk a vikingekkel és megyünk lefelé. Itt egy nagyon szép ilyen szarkofágbolt van, vagy nem is tudom, sírkamra, elég sok múmiával, de igazából nem kell mindet kinyírni, szóval ha nem akartok vele tökölni, akkor váltsatok Erikre, ő szépen végigszalad az egészen. Néha azért türelemmel is kell lenni, de igazából nem okozhat nehézséget. Átugorjuk a múmiákat, sőt, a kulcsot is csak így tudjuk felvenni, a kék kulcsot. Így fölmenjünk a legfelső szintre. Itt Olafot és Béliogot az alsó szinten kell tovább vinni, ahol csak egyetlen ő rája utunkat, illetve egy ilyen kis szöges verem, de ezt mindjárt megoldjuk Erikkel. Szóval Olafot is oda visszük, és most jön az eddigi játék szerintem legnehezebb ügyességi része, ezért is Tetris a pálya neve, legalábbis megint csak a jelszóból ítélve. Ahogy beértünk ebbe a hatalmas terembe, föntről ilyen kőtömbök kezdenek zuhanni. Nem olyan gyorsan, tehát ki lehet őket kerülni, de a sorrend nem mindegy, tehát ez biztos, hogy senkinek nem fog elsőre menni, nekem sem ment. Ráadásul beszorultok két kő közé, akkor biztos a halál, úgyhogy vohá, nagyon óvatosan, ez fú, tiszta adrenalin. Á, gyerünk, gyerünk, ez az, jó, sikerült. Na itt már nincs más dolgunk, csak letolni ezt a kőtömböt, ami beleáll abba a tüskébe, és már is ott van a teleport kapu. Megint elég rövid fejezet volt, vagy legalábbis csak rövidnek tűnik. Azt a húst még fölvesszük. Ó, na, azt hittem ott van egy titkos hely, de hát nem mindig találom el a dolgokat. Na és ismét belemegyünk a teleport kapuba. Milyen helyen kötünk ki? Tele leszünk szörnyekkel, durva csapdákkal. Na hát nézzük is, hogy ebből mennyi lesz igaz. Megint belemegyünk a forgók is galaxisba, vagy legalábbis beleforgunk. És tudjátok már, hogy megy ez. A következő világ a következő részben lesz.